Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, június 29-e egy portál nap. Mit jelentenek ezek a napok? Ez egy különleges időszak, amikor a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. A plejádoknál van egy központi nap, Alkyoné. Alkyoné lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a gonoszság felett. És én úgy érzem, hogy erre most nekünk szükségünk van. Egy ilyen nap egy finom energiamező, aminek mindig van egy gyógyító hatása is. Azon kívül kinyílik egy kapu, és utal a spirituális területre. Minden alkalommal más energia jön még ehhez. Június 29-én, amikor én este 11 órakor egy szertartást tartok, amire e-mailen keresztül jelentkezhettek, a díjam személyenként 4000 forint. Ezen a napon, tehát június 29-én Ik uralkodik. Ik lefordítva szellőt jelent, tehát a levegő elemét. Ez jelenti a könnyűséget, a felszabadulás érzetét. Amikor le tudunk bizonyos dolgokat zárni, ami eddig nyomasztott bennünket. Ezek lehetnek negatív gondolatok, vagy negatív érzelmek, mint például félelmek, vagy rossz kapcsolatok, vagy egy bizonyos tárgy, amit eddig el akartunk távolítani, de még nem sikerült. És ez lehet egy bizonyos hely is, ami rabolja az erődet, az energiádat, mert nem érzed ott jól magadat. Itt nem csak arról van szó, hogy lezárunk bizonyos dolgokat, hanem azt is jelenti, hogy tartsunk meg gondolatokat, jó ötleteket, vagy szép érzelmeket, vagy jó kapcsolatokat, vagy egy bizonyos tárgyat, aminek mi örülünk, vagy egy olyan helyet, ahol mi jól érezzük magunkat, ahol tényleg fel tudunk lélegezni, hiszen itt a lélegzésről is szó van ennél az ik energiájánál, a szellőnél, a levegő eleménél. Amit ez még jelent, ez az ik energia, ezek bizonyos ötletek, vagy elgondolkozni azon, hogy lehetne ezeket könnyen megoldani. Amit még jelent, az a kommunikáció. Ez kihat a munkára, a hivatásra, a családi kapcsolatokra, de kihathat a párkapcsolatra is, hogy végre legyen beszélgetés köztetek, hogy könnyen tisztázódjanak a dolgok. Tehát ezek a témák ezen a napon örülnék, ha lenne érdeklődés. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!